Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szép délutánt kívánunk, kedves hallgatók, Nagy Pál Szabolcs kollégámmal és barátommal itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Én Puzsér Robert vagyok, 0629986986 az adás telefonszáma. Ez a hét mesterlövésze. A mai adásban drámák adaptációiról fogunk beszélgetni, olyan filmekkel fogunk foglalkozni, amelyek színpadi művekből készültek. Mégpedig azzal a céllal, hogy a színháznak a milliójét, valamint azt a kultúrkincset, amelyet a színpadok számára írtak a neves szerzők, azokat megossza a filmrajongóknak a táborával is. És hogy megszülethessenek olyan filmek, amelyek színházi élményeket tudnak becsempészni a nappaliba, meg a mozikba. Miközben azért azt láthatjuk, hogy a legjobb forgatókönyvek általában színpadi daraboknak az adaptációiból készülnek. Tehát egy forgatókönyv az esetek többségében félc munka. Nagyon ritka, nagyon jó forgatókönyv. A darab, a színdarab, az meg már eleve egy mesteri forgatókönyv, tehát abból nem is igazán nagy művészet, az már csak elrontani művészet, nem pedig jól megcsinálni. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök. A Hamletnál, amivel most kezdünk a mai napon, egy kicsit azért nehezebb a helyzet, mert teljes terjedelmében előadva 4-5 óra lenne, úgyhogy már maguk a színpadi szerzők is arra kényszerülnek alapesetben, hogy jó alaposan megvágják. És a jelen filmünk Franco Zeffirelli Hamletje, amelyet 1990-ben rendezett, szintén egy ilyen 2 és 1/4 órásra levágott változat. De ahhoz képest, hogy nem történik a filmben gyakorlatilag semmi, ahhoz képest még ez is elég hosszú, hát még az eredeti. A Hamlet az egy darab nagy dilemma valami fölött, hogy csak nem döntök. Igazából a Hamlet az kultúrtörténetileg azért egy fontos pillanat, mert az a nagyon jelentős állítás, amit megfogalmaz, hogy az elmaradt döntés is döntés. Tehát, hogy nem csak olyan módon lehet dönteni valami mellett, vagy valamilyen módon, hogy hozunk effektíve egy döntést, és ez a döntés, ennek következményei lesznek. És ezeket a következményeket, ezeket nekünk kell majd elszenvedni, vagy majd a mi helyzetünket fogják befolyásolni, hanem hogy a meg nem hozott döntés, az elmaradt döntés, az elodázott döntés is döntés, és hogy az is ugyanúgy hatással van a sorsomra és az életemre, amikor annyi ideig várok, tehát azután, hogy megkapja a message-et, a Hamlet, utána nála van a labda, és bármikor leüthetné a labdát. Elég furcsa azért ez az üzenet, és tehát szellem közvetíti. Hát igen, de addig vár ezzel, amíg már a labda átkerül a másik oldalra, és már a zsarnok király kezd adogatni. Nem csak vár, azzal a színdarabbal, amit ott megrendeznek az udvarban, megpróbálja kiugrasztani a nyulat a bokorból. Ki is ugrasztja. De azután se cselekszik. mert ha most megölöm, jaj, éppen imádkozik. Akkor egyenesen a mennybe küldöm. Hát ilyen jutalmat kapjon, míg az én apám az nem tudott meggyonni, és úgy halt meg, és ment egyenesen a pokolba. Ezt meg megváltsam? Na, azt nem. ez aranyos, ez a teológiai vonal. De érdekes minden esetre, hogy két síkja van ennek. Tehát van ez az isteni sík, ami láthatóan nem igazságos. Tehát ez nem igazságos, és maga Shakespeare is vitatkozik ezzel. Hamlet is elvitatja, Hamlet apjának szelleme is elvitatja. Hogy miért kerüljön pokolba valaki azért, mert merényletet követtek el ellene álmában, és nem tudta meggyónni, nem volt lehetősége arra, hogy meggyónja a
Piti Áner bűneit. Mert most milyen bűnei lehettek, nyilván mit él mosott fogat aznap reggel, vagy hát a legjobb király volt, a legjobb ember volt, mindenki előtt példa. Hát ő a legjobb férj, legjobb uralkodó, legjobb apa, minden szempontból egy példakép. Más értelmezése is lehet, nem biztos, hogy a pokolban van. Igaz, hogy ő maga azt emlegeti, hogy most megy akkor vissza a lángok és a szenvedés közé, de katolikus szempontból fölfogva, ugye Shakespeare maga nem volt ugyan katolikus, a tisztító tűzben is lehet Hamlet édesapja. És pici szenvedés, néhány tízezer év, és jöhet a menny. Ez a film, ez a Hamlet feldolgozás, ez a Franco Zeffirellinek a filmje. A főbb szerepeket nagyon, hát nagyon jelentős színészgárda játsza, úgy, mint ugye Mel Gibson rögtön Hamletnek a szerepében. Ez eleve egy nagyon megosztó kísérlet volt a Zeffirelli részéről. Ugye Zeffirelli is, meg Mel Gibson is nagyon katolikusok, tehát ők ezt ilyen nagyon komolyan veszik, és nagyon konzervatívok, és nagyon, nagyon jól megtalálták egymást ehhez a projekthez, ami egyébként is egy nagyon nagy keresztény dilemma, ez a hamleti dilemma. Nem véletlen, hogy a filmnek a plakátján a Mel Gibson úgy fogja a kardot, mint a keresztet. Mert ugye, hogy ez a nagy hamleti dilemma, hogy fogjam meg a kardot. Ha a pengéjénél fogom meg a kardot, akkor kereszt. Hogyha a markolatánál fogom meg a kardot, is fáj. Akkor fegyver. És igen, hát jó, hogy fáj, de annak abban benne van az aszkézis is. Tehát az a gesztus az aszkézist is, ennek a dolognak a kettőségét. És a Hamlet tulajdonképpen ezzel telik el az egész darab, hogy nem tudja eldönteni, hogy hogyan fogja meg a kardot melyik végén, és az a vége, hogy hát így kicsúszik a kezéből a kard végül. És éppen végén csak elég, megfogja már, azért. De végül már süllyed, már a veszett kardnak a nyelét éppen elkapja a vízben, ahogy merül. De hát azt lehet mondani, hogy az a message, az az üzenet, amit ő a faterjának a szellemétől kap, az is egy meglehetősen nyomasztó és önző gesztus. Most ott van az apja, akinek hát így elég csúnyán végződött a sorsa. De hát azért mégiscsak leélt egy meglehetősen hosszú életet, kegyetlenül elbántak vele is igaztalanul, ez igaz, ez tény. És akkor most maga után... Szerették a nejét, ráadásul. Igen, a nejét, hát mindent, tehát tényleg mindent. A nejét, a koronáját, megfosztották országát. Az életétől, mindent. És hát még jó esély van arra, hogy az utódjától is. És ezután ő mire kéri a fiát, hogy ugyan már ebben a kárhozatban, ebben a nyomorúságban, ebben vegyen részt ő is, és kvázi olyan, mintha magával akarná rántani a fiát. Magával akarná rántani ebbe a trónharcba, ebbe a pártütésbe, a bosszúba, mintha el akarná veszélyteni a saját lelke nyomán a fiának a lelkét. Nem, hát Hamlet eleve benne van a trónharcban, hát ő is egy esélyes jelölt, és gondolom, hogy ő a következő az öröklési sorban. De nem érdekes ez, hogy ugye a primogenitúra az első szülöttség joga. A szeniorátus, ez a Szent István és Koppány dilemmája, ugyanez gyakorlatilag. Ugye Szent István az Gézának a fia volt. A Koppány pedig a legidősebb törzsbeli rokon, aki a levirátusnak a szellemében elveszi feleségül az elhalt uralkodónak az özvegyét. És itt, minthogyha a primogenitúrának ennek a hagyományos, ennek a tradicionális keresztény. Mind a kettő hagyományos. Öröklési jognak, de az egyik az keresztény, a másik az meg törzsi. Tehát azt gondolom, hogy a nyugati civilizáció szellemében a trónt, azt Hamletnek kéne örökölni, és nem Claudiusnak. Minden esetre én meglehetősen önzőnek látom a halott apa szellemét. Azért Dániáért is aggódik. Szegény szellem, nem csak önmagáért, hiszen egy ilyen alak bitorolja most ezt a trónt. És nem arról van szó, hogy ő inkább bosszút akar, minden áron, és a saját fiát akarja fölhasználni, tehát tulajdonképpen a halott apa szellemének a kezében a fia csak egy fegyver, egy eszköz, amivel bosszút álljon, amivel a halálon túlról lesújtson az ő áruló bátyára. De fiú egyébként is gyötrődik, hát furcsa egy sztori, hát meghal az apja, meggyilkolják, fülébe öntenek mérget, és aztán hirtelen a trónon terem a testvére, és egy hónappal a halála után már feleségül is veszi az elhunyt özvegyet. A szajhát. Igen, azt a szajhát, akit a Glenn Close játszik. Ó, hogy miért nem olvad, nem hígus enyész. Harmadtá e nagyon-nagyon merő hús. Miért szegezte az örökkévaló az öngyilkosság ellen kánonát? Ó, Isten,
olyan unott, üres, sivár, haszontalan, s nyomasztó nékem e világi üzlet. Fúj, rútvilág, gyomos kert, mely tenyész, hogy magva hújon. Csak hitvágy dudva és penész, kövér tanyája, mely mindent befort. Ó, megérni ezt. Két hónapos halott. Nem, nincs is még kettő. És egy olyan király, kihez a mostani Hiperion mellett szatír. Ki úgy élt, halt anyámért, hogy kimélte még az ég fúvó szelétől is, arcába ne csapjon. De ég és pokol, miért jut az eszembe? Szenvedéllyel csüggött anyám is férjén, mintha vágyát növelte volna minden nap. És alig egy hó múlva, de jobb feledni ezt. Gyarlóság, asszony a neved! Hát igen, ez a film az tényleg tele van aranyköpésekkel, maga a Hamlet, ugye? Egyik a másik után csattan el. Azt hiszem, hogy a Hamletnél népszerűbb darabja a drámairodalomnak a világirodalomban, vagy valaha a történelemben nem volt soha. Legtöbbet játszott, így van. A színházban is, meg filmen is. 25 filmfeldolgozása van a Hamlet. Ez így van. A leghíresebb talán a Laurence Olivier 1948-as darabja, amely a legjobb film és a legjobb főszereplő Oscar-díját is megkapta. De szintén emlegethető a 96-os Kenneth Branagh feldolgozás. Miért képtelen Hamlet cselekedni? Miért képtelen megölni ezt a mocsadék, rohadék Claudiust, ezt a pártütő királyt, és elfoglalni a trónt, maga mellé venni az Oféliát, és boldogan élni. Miért nem képes erre? Olyan egyértelmű a szituáció. Ha azt gondolom, hogy ha Shakespeare ma élne, vagy hogyha egy mai szerző írná a Hamletet, az úgy írná meg, Robi hogy... írná a Hamletet, 20 percet véget érne. Lehetséges. Lehetséges, hogy jó, talán nem is baj, hogy nem én írom a Hamletet. Hogy egyedül Hamlet találkozna a halott apa szellemével. Mert ebben az esetben jogosan gondolná Hamlet, és az egy nagyon erős érv lenne az ő dilemmájában, a kereszt mellett és a kard ellen. Hogy vannak-e szellemek egyáltalán? Hogy meg vagyok-e őrülve, hogy igen. Talán csak őrült vagyok, és őrültként megölök egy ártatlan embert, mert valamit halucináltam. De ebben a történetben ez nem merülhet fel, hiszen nem csak Hamlet látta ezt a szellemet, hanem Horáció is látta a szellemet, meg a Horációnak van valami, ott van valami két pajtása, azok is látták. De azért ők mind érdek kötöttek, tehát ők Hamlet oldalán. Kosárlabda csapatnyi ember látta ezt a szellemet. Ez a szellem, ennyi ember egymástól függetlenül nem lehet ugyanúgy őrült. Tehát még sok őrült van, de hogy ugyanaz legyen a halucinációjuk egyszerre, hát ez nagyon kevéssé valószínű. Na de ők az összeesküvő csapat egy oldalon állnak. Hát azért itt vívódni kell, mert ha megöli teljesen simán a királyt, akkor semmiben nem különbözik tőle. Hiszen a uralkodó ellen fölkél és megöli trombitorlás miatt. Na hát várjunk, de azért tudjuk, hogy erkölcsileg neki ez kötelessége, hogy megölje a királyt. De mégis bizonytalan, mégis fél, mégis attól fél, hogy egyszerűen nem bírja el. Azt kell látni, hogy ez a Hamlet, ez egy bölcsész. Ez az igazság. Ez így van, Wittenbergben tanul, és igen, gyorsan igyekszik igen. Is vissza oda, nem. Ez sose jön össze neki. Igen, igen, igen. A pajtásaival, Rosenkranzzal és Guildensternnel, akiket aztán jól lefejeztet. Ő neki nem való a kard, neki a kereszt a világa. Ő neki, hát ez nem, a másik dilemma, így van. Igen, neki ő nem ez a gyilkos típus, és nem is tudja vállalni az erkölcsi ódiumát annak, hogy ő megöljön egy embert. Tehát és egyáltalán jó-e Dániának? Tehát itt azért politikáról is szó van. Már eleve ez a gyilkosság nem volt jó, és a végén neki lesz igaza, hiszen teljesen széthullik a birodalom. Mindenki ott hever halottan. Az igazi vérfürdő. Egy jó Shakespeare-i dramaturgia. Tehát tényleg kimarad életben a Horáción kívül nem marad életben senki, a komplet szereplőgárda kimúlik, ugye itt egészen kivételesen magasan jegyzett színészek játszanak gyakorlatilag minden szerepben, ugye itt a Paul Scofield a szellem, a Poloniusnak a Ophelia apjának a szerepében Ian Holm, a Gertrude-nak, a Szajha királynénak a szerepében Glenn Close, és itt van az Ophéliát játszó Helena Bonham Carter, és egytől egyik kiválóak. A Holm és a Scofield maguk is játszották a Hamletet hosszú ideig Britanniában.
Mármint Hamlet. Mint Hamletként, igen. Igen, igen. Jó, egyébként normális angol színész, és még nem játszott el Hamletet, az elbújtoshat valószínűleg. Atyádnak szelleme vagyok. Bolyongnom kárhoztattak minden éjjel. S nappal sejven nem láng középbe zárva. Csak ne volna tilos elmondani neked, börtön lakom titkát. Olyan dolgot fednék föl, hogy minden szavától fölhánytorogna lelked. Figyelj! Figyelj! Ó, figyelj! Ha szeretted édes atyádat valaha, kérlek, bosszuld meg Ruth erőszakos halálát. Erőszakos? Ruth és erőszakos. Nincs rá egyéb szó. De szörnyen, Ruth fiam, és természet elleni. Azt állítják, hogy a kertemben alvám, s megmart a kígyó. Te tudd meg, lelkes ifjú, amely kígyó atyát halálra marta, most koronáját visel. Ó, az én próféta lelkem, nagybátyám. Az a parázsnap vérnőző barom, ki bűveléssel, csábító ajándokokkal megnyeri gyalázatos kéjének színleg fedhetetlen királyném kedvét. Érzem a hajnal leheletét. Rövid legyünk már. Aludtam hát a kertben. Szokásom ez minden délután, tudod. És meglopta akkor bátyám ezt a biztos órát. Üvegben, átkos csalmatok levével, s fülhézakomba öntötte a méreg bélpoklos cseppjét. Így végezém alván, fivérem keze által, elvesztve éltem koronám, királyném, mindenem, levágva éppen bűneim virágján. Nem vetve vérük számot, sőt, számadásra küldve, minden hamissággal fejemen. Írtóztató, írtóztató. Bizony írtóztató. Ha van bennem belőled vér, ne tűrd ezt. Ne engedd Dánia királyi ágyát vérbujaságnak átkos fekhelyül. De bárhogy végzed is a bosszú művét, kezed ne szennyezd be, és ne törjön semmiképpen anyádra lelked. Csak bízd az égrőt, és mind a tövisre, mely keblében él, az csípje szúrja. Most Isten veled. Ez a szellem, ez nem korrekt. Ez nem egy tisztességes szellem. Nem csoda, hogy nem tud belépni a mennybe. Nem csoda, hogy itt bolyong. Tehát ez nem tud elszámolni azzal, ami történt vele. Ennek a sérelme fölött ő annyira föl van háborodva, hogy a saját fiából akar gyilkost faragni, hogy ezt ő megbosszulja, mert hogy ez bosszúért kiállt, mert ez annyira szörnyű, ami vele történt. Igen, de a bosszúban van egy igazságosság elem. Azt akarja, hogy helyreálljon az igazság. Igen, csak igen, a birodalomban. Hát igen, csak ennek Krisztushoz, meg a kereszténységhez bajmi kevés köze van. Az igazság, hogy itt két modell ütközik egymással, amint már beszéltünk róla. És nem csak a pusztán a primogenitúra és a szeniorátus, hanem a nyugati civilizációnak ez a keresztény modellje, amelyben a fiúra száll a korona az apáról, és ez a archaikus pogány törzsi világ, ahol a legidősebb törzsbeli rokon, ugye a legidősebb testvér vagy unokatestvér, az elveszi feleségül az özvegyet, amire itt most a mi szellemünk, ugye, az elhalt király, az úgy fogalmaz, hogy a vérfertőző, ugye. És hogy, de ez valójában nem vérfertőzés, csak idegen ennek a civilizációnak, ami, ez egy másfajta minta. És igazából nem, alig ha véletlen az, hogy például a pártütő királynak, annak Claudius a neve,
hogy ez is egy ilyen klasszicizáló név, nem kifejezetten dán. Tehát a dánokat klasszikusan nem így hívják. és hogy ő mintha nem is ehhez a keresztény világhoz tartozna. Hanem ő valami klasszicista, valami pogány, valami Krisztus előtti világból szivárgott volna ide. Még gazdagít, hogy az értelmezést, hogy egy harmadik fajta modellt is ide veszünk, a meritokráciát, az arra érdemesek uralmát, hiszen akkor talán sem Claudius, sem pedig ez az értelmiségi Hamlet nem volna méltó a trónra. Világos, egyik se alkalmas. A Hamlet biztos, hogy nem alkalmas királynak, tehát egyetlen döntés nem tud meghozni, nem úgy döntések sorozatát. Egyébként a drámában, az eredetiben van egy alak, aki alkalmas, és ez Fortinbras, a norvég királyfi, aki viszont teljesen hiányzik ebből a drámából, és ez alapjaiban változtatja meg a végét. A Cefirelli filmjében a totál államcsőd a vége, mindenki, aki szóba jöhet a trónnál, az kihal, és nem tűnik föl Fortinbras, aki ugye körülveszi az eredeti drámában a várat, hogy átvegye az uralmat. És őróla kiderül azért a drámában, kétszer előtte előtűnik, hogy ő erre méltó lenne és alkalmas. Meddig áll el az ember rothadás nélkül? Attól függ, ha már élti bennem rohadt 8 évig, 9 évig. Itt ez a koponya. 23 esztendeje fekszik a földben. Ki volt? Egy kurafi bolond fickóé. A nyakamba öntött egyszer egy palack rajnait. Mit gondol, kié volt? Nem tudhatom, kié. Ez a koponya, jó uram, Joriké volt. A király bolondjáé. Ez? Ez bizony. Add csak ide. Ismertem ám Horációt. Végtelenül tréfás, szikrázóan elmés fiú volt. Hurcolt a hátán engem ezerszer is. És most, hogy irtózik a képzeletem tőle? A gyomrom is émelyedik. Itt csüggött az ajka, amit számtalanszor összecsókoltam. Hová lettek a tréfáid? Bakugrásaid, dalaid és villámló élceid, melyeken az egész asztal hahotázott. Egyel sem majmolod a torzképedet. Leesett most az állad. Gyerünk, eredj az úrnő öltözőjébe, és mondd neki, hiába rajta az újnyi festék. Erre jut az ő arca is végül. Nevettesd meg vele. Nos, mindez nagyon megható, kedves úrfi, de mi lesz a melóval? Tehát kaptál egy küldetést, hogyha jól tudom, azzal kéne foglalkozni leginkább. Nem pedig a Joriknak a koponyáját nézni, és a jaj, mi lelt téged? Hát hol vannak azok a tréfák? De így járnak az értelmiségek, hogyha a politikai szerepbe kényszerülnek. Ja, nem való ez neki, és az apja illet volna, hogy tudja ezt, hogy ez nem való neki. De lehet, hogy jobban való, mint Claudiusnak. Mármint, hogy király legyen? Aha. De hogy bosszút álljon, mert az, hogy király legyen, az még. Azt gondolom, hogy Hamlet amellett, hogy tök alkalmatlan királynak, nyilván alkalmasabb, mint Claudius, mert Hamletnek a karaktere nem alkalmas, Claudius az erkölcsileg egy alkalmatlan figura. De gyilkosnak biztos, hogy nem alkalmas Hamlet, és ezt az apjának tudnia kellett volna, látnia kellett volna. Hát És te kit bíztál volna meg, Robi? Hát bárkit, de őt nem. Hát könyörgöm, hát akár a feleségemet. Hát akár az özvegyemet, vagy nem tudom. Hát az özvegy, az lehet, hogy benne volt az egész buliban. Erre még nem is gondoltam. Nem, de miért? Egy hónap után hozzámegy a testvérhez. A rohadék. Jó, hát akkor viszont megérdemli. Egyébként ebben a filmben van egy idézőjelben botrányos jelenet, és sokat támadták emiatt. A Glenn Close és a Mel Gibson kicsit túljátszák a anya-fiú vonzalmat, és egy csokolózásba bonyolódnak. Van egy ágy jelenet, és ez sokaknál kivert a biztosítékot, mert ugye az eredeti Hamlet az erre az Ödipusz vonalra, mintha nem látszanék utalni. Ez inkább ilyen Freud utáni értelmezése a drámának. Igen. Kaptunk SMS-eket. Gibson kőkemény katolikus volt, az a mélyen vallásos telefonbeszélgetése a feleségével. Így jöttünk ötletember egy nevető smiley kíséretében. Igen, csúnyán bármikor a feleségével úgy tűnik. Veri például?
Állítólag igen, persze. És a telefonbeszélgetésből... Fenyegeti. Aha, ilyenek is mi derültek. Csúnyán beszél, illetlenül, illetlen szavakat használ, mell. Aztán kaptunk még SMS-t. Szerintem a szellem Hamlet lelki vívódásainak a kivetülése, ha van halott apád, jobban érted. Én nem hinném, hogy az lenne, mert ha itt Hamlet lelki vívódásainak a kivetüléséről lenne szó, akkor Horáció az hogy látja ugyanazt a szellemet? Hogy tapasztalja? Ő az, aki elmeséli Hamletnek, hogy gyere a várfokra, megmutatok valamit. Az hogyan? Kivetült a lelked, és én láttam, te még nem tudsz róla? Vagy hogyan? Szóval ezt én nem hiszem. Meg lehetne így írni. Talán még jobb is lenne a Hamlet, ha így írták volna meg, hogy ez mindvégig ott billegjen a peremen. De úgy van, én nem értek egyet. Szerintem Shakespeare úgy írta meg, hogy ott billegjen. Hát ez az egyik nagy dilemmája Hamletnek. Hát miért hinne Horációnak? Magának sem hisz, pedig látta a szellemet. Miért hinne a barátainak? Hogy referálhatnak a barátai pontosan ugyanarról, amit ő is tapasztal. Ebben a filmben van egyébként egy jelenet, amikor van, aki nem látja a szellemet, noha Hamlet látja, és ez pont ennél az ágy jelenetnél az édesanyával, ott megint a lelki kivetülésként föltűnik az apa képe, és az anyja meg nem lát semmit, és azt hiszi, hogy kezd megőrülni a fia. Shakespeare a kor Tarantinója volt, írja a kedves hallgató. Hullák, vér és mégis tabu döntögetés. A velencei Kalmárban eléri, hogy Shylockkal és a Kalmárral is együtt érez. Hát igen, Shakespeare ehhez nagyon értett. Gondolom ezt tartjátok a legjobb Hamletnek, azért van műsoron, de nem lehetne esetleg összevetni a Brana félével? Érdekelne. A Brana az jobb. Ez egy tiniknek készült Zeffirelli bevallása szerint, tehát nem véletlen, hogy a Mad Max hősét Mel Gibsont választotta, és még külön rontotta a megítélését a filmnek, hogy azt nyilatkozta Zeffirelli, hogy Mel Gibsont a halálos fegyverben nyújtott alakítása miatt választotta ki a főszerepére, mert ott az egyik halálos fegyverben van egy ilyen öngyilkosságra készülő jelenet. Az egyesben. És hogy ott igen. Az milyen meggyőző volt. Igen, igen. Szóval ennyit a Hamletről. Hát szerintem ez a film 10-es skálán 6,5. 6. Állat 6. Igen. És a Brana félével hogy állsz, ahhoz hogy állsz hozzá? Hát ez jobb. Nyilván ha Olivier az 10 vagy 9, akkor a Brana lehet 8 vagy 9. Szóval azt mondod, hogy a Laurence Olivier féle feldolgozás a legjobb. Az egy klasszikus, tehát az nem döntöget filmes tabukat, de hozza a Shakespeare-i hangulatot. Beszélgessünk egy Csehov darabról, mégpedig a Platonov című Csehov darabról. Ez a Csehovnak az első drámája volt, és töredékes is maradt, nem, egyrészt nem befejezett, másrészt ilyen kéziratokból lett összeollózva, és az ebből készült film az a Nikita Mihalkovnak az Etüdök gépzongorára című filmje, amelybe egyéb Csehov darabokból is szemelvényeket illesztett, tehát ez már a Platonov eleve egy töredékes, de egyfajta torzó, és akkor ebbe egyéb művek torzóit illesztgette be, és félcelte így össze. Tulajdonképpen olyan az egész, mint egy Csehov montázs. Így van. Arról a... Tiszteletadás a mesternek. Igen. Mihalkov tollából. Igen, arról a romlott, rohadt, férges arisztokráciáról, amely Oroszországnak az elitjének képzeli magát. Úgy képzelik el, hogy ők Oroszország reménysége, és ők Oroszország koronadísze, miközben Csehov meg úgy látja, és úgy láttatja a darabjaiban, hogy éppen hogy a balasztja, éppen hogy a fenék súlya, éppen hogy az húzza vissza Oroszországot, és éppen hogy az nem engedi Oroszországot előrelépni. Locsognak, fecsegnek vég nélkül a színdarabban. Van a filmben egy kisfiú, aki időről időre feltűnik, igazából a cselekményben nem vesz részt, de ott jelen van, és igazából ő az ifjú Lenin. Nekem az az értelmezésem. Nekem is eszembe jutott, hogy vörös hadseregért kiállt. Ez a társadalmi állapot. Nem, igazából az Etüdök gépzongorára remekül magyarázza meg, és azt is megmagyarázza, hogy miért lehetett ez egy sikeres film a Szovjetunióban. Mert hogy miért engedték egyáltalán, igen. A szovjet korszakban született, ez a sztori, meg általában Csehov nagyon jól mutatja azt, hogy miért Oroszországban dőlt meg, szakadt el ugye az a lánc, ugye Marxnak az volt az elmélete, hogy a kapitalizmus az egy lánc, a láncszemek azok az államok, és hogy ott fog elszakadni a lánc, ahol a legerősebb
majd Angliában. És igen, akkor jött Lenin és mondta, hogy szó sincs róla, ez tévedés. Meg Marx a domino elf később. Marx elvtársnak mindenben igaza volt, kivéve, hogy éppen hogy ott fog elszakadni, ahol a leggyengébb Oroszországban. Nyilvánvaló, hogy Lenin hazabeszélt. El is szakadt az a lánc. És ott szakadt el a lánc, és hogyha megtekintitek ezt a filmet, a Mihalkovnak az Etüdök gépzongorára című filmjét, akkor nem fogtok csodálkozni azon, hogy ez itt tényleg minden karakter üvölt a Vörös Hadseregért, hogy vigorvágjátok már el a torkomat, mert ezek a figurák, ez a világ, ezek a figurák valóban élhetetlenek. Sofia, a feleségem holnap a faluba megy, hogy segítsen a parasztanyáknak. És ez csodálatos dolog. Egy nagyszerű kezdeményezést nekünk, férfiaknak is támogatni kell. Nos, részemről elhatároztam, hogy a parasztoknak adom valamennyi régi ruhámat. Az utolsó szálig. A cipőket is. Elképzelem őket, jól fognak festeni a kaszálon frakban. Valóban, erre nem is gondoltam. Hát ez nagyszerű, drága barátaim. Tehát így körülbelül rohadt szemetek. Ilyen morális színvonalon állnak ezek az emberek. Körülbelül ennyire értik azt a világot, meg akarják érteni, akarnak fölnőni ahhoz a világhoz, ahol élnek. Közben megvan az igényük, megvan az erkölcsi igényük arra, hogy felnőjenek hozzá, de képtelenek rá, mert nincsenek kapcsolódási pontjaik. Nincsenek, mintha nem lenne végtagjuk, amit kinyújthatnának és megfoghatnának valami valóságosat az életben, hanem folyamatosan a saját látszólagos világukban, a saját látszólagos környezetükben vannak jelen, látszólag minden hamis, amit csinálnak, sőt, minden olyan habkönnyű, semminek nincs súlya, semminek nincs fedezete. Mulatság és szórakozás, tehát mulatni az időt és elszórni a tehetségeket. Igen. Ezzel töltik az időt. Igen. Na most ez érdekes. Valószínűleg meg is ér egy darabot. Vagy kettőt. De a Csehov az az egész pályafutása alatt, az egész összes műve erről szól, erről az egyetlen egy érzésről, erről az egyetlen egy állapotról, és ez azért már egy kicsit kevés. Na, így már, hogy egy egész életművet ennek szenteljünk, annak azért már egy kicsit talán ez kevés. Ez az állítás, hogy ez az orosz arisztokrácia a 19. század második felében és a 20. század elején, ez bizony romlott, ez bizony semmire kellő, és ebből nem lesz semmi, és soha nem is lesz, és ezért nem jut Oroszország anyácska se, sehova se, semmire se. Értjük, Csehov, ennél valamivel többet is mondtad. De ez csak a társadalmi szint, amit most lefestettél, azért itt egyéni szintekről is szó van, arról, hogy milyen nagy álmaink vannak, és akár még tehetségünk is van hozzá, és ezekből hogyan nem lesz semmi a világban, ami kiszerű és visszaránt a mocsárba. Ilyen értelme pedig időtlen az üzenet. Igen, de mi a világ és mi a mocsár? Hát mi magunk vagyunk. Sőt, aktuálisabb most, mint valaha. Mi magunk vagyunk a mocsár, és mi rántjuk vissza egymást. Erről van szó. Az önmagunknak az erkölcsi, szellemi és életmódbeli szintjére. Igen, és nagy neki buzdulásaink vannak, itt például a film főhőse öngyilkos kíván lenni a végén, hatalmasat ugrik a dombról bele a tóba, és kérem, hogy ez térdig ér. Térdig érő tóba. Mert igazi katarzisaik sincsenek. Tehát próbálnak valami nagy katarzist a végére kerekíteni, de arra is képtelenek, mert a katarzisaik is olcsóak, hígak, hamisak, gyengék, kevesek, mind. És ez a szomorú. Tehát, hogy de ez van ma? Vagy ilyenek vagyunk mi? Te, maximum. Ne haragudj. Maximum te és Csehov. A magad és Csehov nevében nyilatkozzál. Nem, lehet, neked és Csehovnak nincsenek katarzisaitok, de attól még katarzis nem létezik. De Csehovnak pont van, hát aki ezt így meg tudja írni ilyen éles szemmel. De várjál, mi a katarzis? Hogy nincs katarzis? Annak a katarzisa, hogy nincs? Vagy mi? De ebben van egy felszólítás, tehát azáltal, hogy ábrázolja azt, hogy újra és újra visszasüllyedünk, azáltal minket arra hajt, hogy hát, ha jön valaki, hogy aki nem így fogja megélni. Persze, így van. Nyilvánvalóan megnéz az ember egy ilyen Csehov darabot, és utána nagyon nem akarja. Tehát, hogy utána hirtelen valamit nagyon akar kezdeni az életével. Igen, úgy érzi, értelmet muszáj adni neki. Erről van igen, szó. Igen, ez igen, a katarzis. Igen. Hát
egy elmaradt katarzis, ami tulajdonképpen... A filmben, benned, de bennünk még lehet. Benned, igen, igen, benned kell, hogy megtörténjen valami katarzis. Ennek ellenére én azokat a drámaírókat, meg azokat a szerzőket, meg azokat a darabokat szeretem jobban, vagy szeretem nagyon, ahol ott és akkor megtörténik a színen a katarzis, ott és akkor valami átfordul. Mert ugye tudjuk jó, hogy az emberi jellem az kis darabkákból rakja össze, az idő kis kockáiból rakja össze saját magát, és épülget, vagy korcsosulgat a maga útján, ahogy folydogál az idővel. De van, mert, hogy, és ez az evolúció, ez a lélek evolúciója. De van revolúció. Léteznek revolutív pillanatok, a forradalmi pillanatok az emberben, a nagy rádöbbenések. Amikor kitelik a sorsod, és tovább nem tudod folytatni azt, ahogyan addig csináltad az életedet, és igenis, nem is arról van szó, hogy te hozol egy döntést, hogy mostantól megváltozik minden, és mostantól jobb ember leszek, hanem hogy történik veled valami olyan hatásért, átkapcsolódik a fejedben valami kapcsoló, és onnantól kezdve már nem tudsz az ember lenni, egy másik emberré válsz, és igenis léteznek ezek a pillanatok, és léteznek katarzisok, és léteznek drámaírók, akik képesek megragadni ezeket. A filmben egyébként van beágyazni és átadni. Van egy-két kis katarzis, például amikor kopogtat az orvosnál egy paraszt ember, hogy beteg a felesége, és az orvos ez pedig vonakodik, hogy kimenjen. Az gyalázatos. Az így gyalázatos. Undorító, felháborító és gyalázatos, így van. Undorító, felháborító és szégyenletes, és ő maga is beszámol erről, tehát ő maga vallja meg saját magának, hogy ez mennyire gyalázatos, mi dolga van neki, mert ő elvileg egy orvos, ő egy doktor. Utálja a betegeket, hát minek betegednek meg? Kihívják őt egy beteghez, és ő nem megy ki a beteghez, mondja, hogy majd holnap, vagy holnap után, majd kimegyek a beteghez. Miért? Mert most szórakozni valója van, így mert most lesz a vacsora, addig is még inni kell, meg itt a társaság, és hogy mondjam... Játék. Igen. Tróger embereknek a tróger élete, a tróger dilemmái, és az élethazugsága és a nyomorúsága, és abból, ahogyan bevallja és megvallja magának ezt a szégyent, abból sem terem semmi, az is terméketlen ott marad. Elcsöndesedik a film egy pillanatra, és jöhetne a katarzis, az érző emberben egyébként jön is, és utána egy ilyen hülyeséggel, egy szarvasbőgéssel elütik a pillanatot, és elütik a szembenézést magukkal. Mit tudnak maguk róla? Nos, Torkig vagyok. Halálosan unom ezt az Isten háta mögötti helyet, ahol nem vagyok a magam ura. Éjszakánként kutyaugatásra felriadni, és félni, hogy értem jöttek. Menni kell. Zötyögni gyalázatos utakon. Nyomorúságos gebéken. Nem gondolni másra, csak a hasmenésre. Csak a kolerára várni, és csak arról olvasni. Valójában pedig közömbösnek lenni ezzel a betegséggel szemben, és azokkal szemben, akik szenvednek tőle. Szégyenletes és szörnyű. Szégyenletes és undorító. Istenem. Ez a mocsódás, azt hiszem Farkas Attila Márton hívja ezt, úgyhogy mocsódás. Mocsódás. Ez a teljesen terméketlen, önsajnáltató szenvelgés, mert hogy fontos a különbség a szenvedés és a szenvelgés között. Mert a szenvedésnek annak van fedezete, annak van erkölcsi súlya. A szenvelgés az meg tulajdonképpen úgy viszonyul a szenvedéshez, ahogyan a fecsegés a beszédhez. Így van. Még talán az orosz Don Juannak is nevezik a Platonov alakját, talán erről érdemes még beszélni egy picit. Itt négy nő verseng a Platonov kegyeiért, és ő egyfajta kifordított Don Juan, mert teljesen passzív. Tehát itt a nők azok, akik el akarnak csábulni és utána erednek, és hát beleesnek az ő lefele húzó mocsár univerzumába. Mert ő ő reflektál ennek az egész életnek, ennek az egész jelenlétnek a nyomorúságára, ami minden, a darab minden szereplőjének a sajátja, de ez a reflexió sem termékeny, ez sem kifelé vezető utat mutat, hanem egy önmagába záródó, egy önmagában értelmezhető, keserű, lehúzó, cinikus attitűd. És ez imponál a nőknek, mert legalább valaki reflektál, legalább valaki mutat egy viszonyulást ehhez a létállapothoz, amitől mindegyikük szenved, de egyikük se
tudja vagy akarja ezt megfogalmazni, mert túl melós az is. Mert túl melós. Mert, ő, mert tőle sokat reméltek, tehát ő ilyen messiásnak tűnt ott a barátai szemében, és valami ma is, miután abbahagyta az egyetemet és elment iskolamesternek egy istálata mögötti kis faluba, valami ma is föl-föl csillan ebből a kezdeti talentomból. Az alapvető probléma, hogy a vodkás pohár mindig túl közel van hozzájuk. Ez még jobban fölcsillan, így van. Itt ez az alapvető probléma. Tehát itt az orosz népléleknek a nagyon bensőséges viszonya, amit a vodkával, meg úgy általában az égetett szeszes italokkal. Vizecskével. Igen. Ápol hagyományosan. Nem, tehát itt még legalább boroznának. Legalább ne olyan hirtelen merev részegre innák le magukat, de ami itt zajlik, az egyébként a modern dráma irodalom nagyon keményen operál az alkohollal. Ugye az alkohol az oldja a gátlásokat, és hogyan tudja a drámaíró nagyon jól, nagyon szépen megmutatni. Egyébként a Tennessee Williams állandóan operál az alkohollal. Edward Albee állandóan operál az alkohollal. Tehát a modern dráma az nagyon jól megtalálta magának a piálást. Mert ez fontos, mert ilyen módon tudunk egy szondát leereszteni az adott illetőnek a lelkébe, szépen lebontjuk a gátlásokat, és fölvetül mindaz, ami le lett folytva a tudattalamba. Minden, barátaim, minden jó, amit csak az emberiség birtokol, kizárólag a kékvér képviselőinek köszönhető. És mi van most? Megbocsássanak, de barátkozunk minden szeméttel, kulák népséggel, kocsmárosokkal, veszélyben a civilizáció. Nincsenek se eszmék, se eszmények. A paraszt népség rövidesen mindent fölzabál. Mindenütt ők, mindenütt a koszos parasztok. Uram Isten, mondják meg nekem, hol vannak a mi nagyszerű arisztokrácián képviselői? Hol vannak a Puskinok, Lermontovok, a Gogolok, Goncsárovok, Turgenyevek? Kérdem önöket, hol vannak? Goncsárov kereskedő mi? Volt. Na ugye, hogy? Goncsárov kereskedő volt. Nos, a kivételek, fiatal barátom, erősítik a szabályt, úgy bizony, kedves kér. Egyébként a maga Goncsárovjának a zsenialitásáról erősen lehetne vitatkozni. Értsék meg, a katasztrófa vészesen közeleg. És a fenyegető veszedelemben, ami nem késő, össze kell fognunk, uraim, és egyesült erővel lecsapni a közös ellenségre. A sors úgy kívánja, hogy a parasztok szemében ne legyek Pavel Petrovics Cserbuk, hanem oroszlán szívű Richard. Eleget finomkodtunk a koszosokkal, uraim, éreje, hogy a pofájukba mondjuk, el a kezekkel, Schuster maradja kaptafánál, igenis bele egyenesen a pofájukba. Igen. Engem hagyjon ki ebből. Érdekes. Aztán miért? Mert az én apám egyszerű munkás volt. Ebben nem látok kivetni valót. És ha ez valakinek nem tetszik, el is mehetek. De hadd jegyezzem meg, hogy ezt meg azt, meg mindent, ami az asztalon van, az én pénzemből vásárolták. A tűzijátékot is, a puskát is, a pianino is az én pénzemért játszik. És önök azért élhetnek, mert én a koszos élek. Érti, Pavel Petrovics? Önök csak szónokolni tudnak arról, hogyan kell élni, hinni, a néppel bánni. De élnek-e önök? Hisznek valamiben? Nem. Te, Pavel Petrovics, mire vagy te jó? Mivel dicsekedhetsz? A kék véreddel? Azért ma nem adnak enni. Tenni is kell valamit. És te mit teszel? Szarvas bőksz. Te senkinek se kell lesz. Még én a koszos. Istenem, micsoda szó, koszos. Én mindent merek. Minden. Apám még félt közel jönni ehhez a házhoz. Én meg itt ülök a karosszékben, és a kegyelmes asszonnyal az időjárásról beszélgetek. De jó is. Ennyi, Gerasim, mit teszel? Nem szép dolog. Más házában felhánytorgatod az ennivalót. Nem szép. Na, most tanulj lehettetek egy tökéletesen előadott katarzis gyilkosságról, és tele van a film ilyenekkel. Ez a lényege. Történik valami olyan pillanat, amiből le lehetne vonni egy erkölcsi tanulságot, egy kicsit mások lehetnénk utána, egy kicsit megváltozhatnánk, egy kicsit beleérezhetnénk, egy kicsit megigazulhatnánk, de jön egy ilyen
hülye gyerek, és elkezd magyarázni valamit arról, hogy nem szép dolog, meg nem illendő, meg ez lerántja az egészet arra a színvonalra, ahol folyamatosan ott tanyáznak, meg ott folyamatosan dögledeznek. És az az igazság, hogy a néha értelmes beszéd is beszivárog, csak abból sem következik semmi, mert valahogy nincs meg az oxigén, valahogy nincs meg az a közeg, nincs, nem termékeny a talaj, valahol, valami összetevő hiányzik, valahogy a jelenlét kémiája kizárja az előrelépésnek a lehetőséget. Pont ez az egyetemes a Csehovi üzenetben. Hát ez ma ugyanígy van a 21. század elején. Ez a magány a társaságban. A lapos fecsegések között néha elhangzik valami mély, de aztán az is agyon csapódik a következő mondattal. Igazából nem tudnak kilépni ebből. Képtelenek rá, hogy kilépjenek ebből. És a beszélgetéseik meg a vitáik is tulajdonképpen csupán látszólagosak. Így van. Legtöbbször, csomószor előfordul, hogy helyet is cserélnek, meg helyi értéket is cserélnek. Hát itt, ami az imént elhangzott Goncsarovval kapcsolatban, ugye, hogy a elején még arról érvelt, hogy mekkora ember, később aztán elvitatta azt, hogy az ére valamit, mint író. Igazából bármi elhangozhat, és annak az ellenkezője, és semminek nincsen következménye. Üres vélemények. A vélemény olyan, mint a popsi, mindenkinek van egy. Igazából olyan, pusztán olyan, mintha csak szél lobogtatna a pofájukban. Nincs mögötte igazából semmi. Amit ön mond, Mihály Vasziljevics, az egyszerűen, ha meggondoljuk, Erkölcstelenség. Az. Persze, beismerni a tehetetlenségünket. De ellátatlan paraszt gyerekek etetgetésével agyoncsapni az időt. Ha? Frakkokat osztogatni a parasztoknak a segítőkészség és emberbarátság nevében nem erkölcstelenség. Vészharang, az vagyok, és te is az vagy. Csak hogy én magamtól kongok, téged pedig félrevernek. Mikor végezted el az egyetemet? 3 évvel ezelőtt, és mit csinálsz? Semmit. És 5 év múlva se fogsz, 10 év múlva se. Menjek talán algimnáziumba? Egyelőre van még mit ennem. Ha? Hosszú az élet. Minek siessek? Hagyd abba, rossz hallgatni téged. Akkor ne hallgass Szásenka, kedvesem, ne figyeljél rám. Maradj. A papa mélyen alszik, ő nem hall senkit. Ezért mindenkit szeret. Mit zavar téged az öreg? Valamennyünknek adott egy pofont az igazságbajnoka. Csak hogy ő nem az igazságot keresi, csak szórakozik, fenegyerekeskedik. Mivel cselédsége nincs, és valakit le kell teremtenie, hát így segít magán. Lehord mindent, és mindenkit. Mit óhajt, Porfiri Szemjonovics? Meg akarom mondani, Mihály Vasziljevics, hogy gyűlölöm magát. Ön gazember. Tönkretette az életemet, és nem csak az enyémet. Mindenkit elítél, de ahol csak megfordul, az erkölcstelenség és hitetlenség magvait hinti el maga körül, és fájdalom büntetlenül. A sors nem veri érte, pedig őt meg kéne leckésztetni. Miből gondolja, hogy nem ver a sors? Porfiri Szemjonovics. Semmi sem marad büntetlenül. Mihály Vasziljevics, nézze! Teljesen közömbös számomra, hogy mit gondol rólam. Becsületes ember. Tudom, hogy mitől becsületes. Nem sikerült vétkeznie. Ön és az ön korabeliek megbotránkoztak azon, amire öregségük miatt egyszerűen nem képesek. Igen. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Nagy Pál Szabolccsal. Az Etüdök gépzongorára című Nikita Mihalkov filmről beszélgetünk, amely a Csehovnak a Platonov című félbemaradt darabjából íródott, és egyéb Csehov színműveknek a különböző betéteiből állt össze, és amely hát az egyik legnépszerűbb művészfilm világszerte, ezt lehet mondani.
Igen, hát én nem szeretem ezt a kategóriát, hogy művészfilm, de ez valóban egy gyönyörű film. Nagyon jól előjön benne az a Csáhóvi sajátosság, hogy az igazán a cselekményt előrevívő dolgok azok, amelyek nem történnek meg. Tehát fokozatosan nagy szónoklatokat tartanak a szereplők, és akkor abból következnék valami világ megváltó cselekedet, de ez nem történik meg, minden elmarad. Ami akkor az egész feltételes módban lenne. Ez így van. Ami multidei feltételes mód és jelenidei. Igen. Ami érdekes, az a címe a filmnek, ez a gépzongora, meg ahogyan bejön a képbe a gépzongora. Ahogyan a gépzongorán játsszák a Lisztnek a második magyar rapszódiáját, az olyan gépies. Hallatszik benne a dallam, meg emlékeztet-e arra, hogy ez mi is, vagy mi is lehetne, vagy mi lenne, de nem az. Nem az, mert halott az egész. Nem él. Nem születik meg, mert nem egy ember zongorázik, hanem egy gép zongorázik, és olyan ütemesen pontosan üti a taktusokat, ahogyan halljátok, de hiányzik belőle az élet, hiányzik belőle a lélek, és pontosan ez igaz ennek a darabnak a hőseire, ahogyan ez a gép zongora megszólal a fületekben. Ilyen az, amikor valami pontos, de igaztalan. És ilyenek ezek az orosz arisztokraták. Mégis elámulva lesik egyébként ezt a zenét, amikor először meghallják a gépzongorát. Mintha magukra ismernének benne. Igen. Mintha egy torsz tükröt tartana eléjük a sors. Értékelj, kérlek. Nekem ez a szívem közepében van ez a film. Robival egy kicsit vitatkozunk ezen, nem is kicsit. Nálam egy fix 10-es, ez a világ egyik legjobb filmje. Gyönyörű tájak, gyönyörű kastély, mindegyik beállítás egy-egy festmény, egymást váltják Liszt Ferenc és más klasszikusok zenéi, szinte végig szól a zene. Nagyon szellemes, ez maga egy paródia, az életnek egy paródiája, ezért egyébként nekem mindig kicsit furcsa a Csehov paródiák, mert a paródiát parodizálják. Kaptunk ezen SMS-eket ez ügyben. Három nővér paródia Gál Völgyivel, meg van nagy klasszikus. A Ványat bácsi a legjobb feldolgozás. Ványatov is Vinyov. Igen, tehát hogy arról van szó, hogy maga Csehov egy paródia. Minek a paródiája? Kiknek a paródiája? Hát az üres embereknek. A tökéletes lefestése, meg magának az életnek, ha még egyetemesíteni kívánnánk. De biztos, hogy ez az élet, vagy maximum Csehov ezt az életet ismeri. Vagy a Csehovettől szerintem mindannyian, a így van, mindannyian ismerjük ezt az életet, és remélhetőleg sokan szenvedünk is ettől. A katarzis az valóban kívül kerül a művön, tehát nekünk kell elszánni magunkat a megváltoztásra, hogy nem akarunk a mocsárban benne maradni. Kaptunk még SMS-eket. Már a csend sem a régi, írja a kedves hallgató. Továbbá kaptunk egy olyan SMS-t, határozottan zavarba ejtő. Robi, a múlt heti műsorod hatására megvilágosodtam és megváltoztattam az életem alapjaiban. Köszi! Csehov nem szállítja a katarzist, de Robi szállítja nektek. Halleluja! A hétmesterlövésze utolsó adását halljátok. Sikerült, végre megvalósult az, amit mi mindvégig terveztünk. Sikerült egyetlen egy emberi lelket megváltanunk. Csak miattad készítettük a műsort. Csak miattad csináltuk mindez idáig, és most, itt és most végre be is fejezhetjük. Sziasztok. Köszönöm. Én erre adnék egy 6-ost a 10-es skálán. Az jó. Egyébként 5-össel indult a Robi másfél órával ezelőtt. Meggyőztem magam. Meggyőztem magam. Lépjünk tovább egy arra érdemesült darabra, mégpedig Henrik Ibsennek a Vadkacsa című drámájára, amelynek egy parádés
feldolgozása készült Liv Ullmannal és Jeremy Ironszal a két főszerepben, Gina és Harold szerepében. Ez egy nagyon nagy erkölcsi dráma. Ugye egy pillanat, a Haroldra egy megjegyzés, eredetiben Hjalmar, de ebben a filmben angolosították a neveket, és ezért Haroldnak hívják. Egyébként a magyar szinkronban ez nem jön elő, hála Istennek. Igen. Itt a Hjalmar az eredeti neve. Hjalmar, igen, a Gregerst azt itt Gregorinak hívják, igen. És így tovább. Tehát igen, átültették angolba. Az az igazság, hogy Ibsen egész más pályán játszik szerintem, mint Csehov. Tehát Ibsen nem fél a katarzistól, Ibsen nem fél a nagy erkölcsi tanulságoktól, vagy a megvalósult cselekménytől, hogy így fogalmazzak. Őnála ott és akkor meg tudnak történni a dolgok, mert lehet, hogy a hősök egyszerűen csak annyival nyugatabbra születtek, hogy hagyják megtörténni a dolgokat, és nem bújnak el a szamovár mögé, hanem nem állnak ellen, nem tartanak ellen a sorsuknak mindenáron. Bár sokáig kapálóznak, de aztán így elmossa őket az ár. És akkor megtörténnek a fontos események. Az itt is van egy csavar, mert ez egy kései műve Ibsennek. Ő sokáig szeretett prédikálni a műveiben, tehát a világjobbító szándék dominált benne, és ez pont egy olyan műve, amelyben önmagát parodizálja, vagy önmagának mond ellent, és egy olyan főhőssel, Gregerszel ismerkedünk meg, aki mindenkinek elmondja, hogy az igazságra kell törekednie, és föl kell fedezni a fényt az életében, és így teszi tönkre maga körül az életet. Na, Gregers nagyon-nagyon fontos karakter. Azt lehet mondani, hogy Gregers karakterében Ibsen saját magát írta meg, a saját erkölcsi pálcatöréseit, igen. A saját nagyívű, nagy széles gesztusokkal zajló ítélkezéseit, azt, ahogyan ő saját magát az erkölcs piedesztájára emelte, ahonnan ő ítéleteket mond, és az ő morális árnyékának a különböző helyzetekre, különböző emberekre, jellemekre való rávetülése az határozza meg, hogy mi az igaz és mi a hamis. Ő a nagy erkölcsi döntőbíró az összes darabjában, és meghasonlott. Maga Ibsen meghasonlott ezzel a szereppel, mert belátta, hogy ennek a szerepnek is a nagy igazság igazmondásnak és az igazság bajnoka szerepnek is megvannak a határai. És árnyoldalai. És felismerte, és beleírta saját magát egy intrikus szerepbe, nem intrikus szerepbe, egy tragikus jótevő szerepébe, aki úgy képzeli, hogy ő valami jót tesz, és ő lesz a rossz szelleme az egész cselekménynek, annak a családnak, amelyiknek a boldogságát próbálja meg kivívni, oda megy egy boldog családot boldogítani, és tönkreteszi az életüket azzal az elvvel, hogy ő megfogadta, már pedig magának megfogadta, hogy mostantól kezdve az igazság az első a világon mindig minden körülmények között, és ő mások helyett is úgy dönt, hogy az igazság a legfontosabb az első mindig minden körülmények között. Az igazság szabaddá tesz, ő szerinte, de egy borzalmas tragédiába torkolik az, hogy ő fölfedi, kiszedi a csontvázakat a szekrényből. Na jó, ehhez kell egy nagyon-nagyon primitív Hjalmar is. ez a szerencsétlen, ostoba, önbizalomhiányos, paterfamiliászt játszó nyomorult barom, aki sem szellemileg, sem erkölcsileg, sem semmilyen vonatkozásában nem tud felnőni ahhoz a családfői szerephez, amelyet elvállalt. Hogy van a kacsa? Mintha kicserélték volna. Úgy látom, a házas élet nincs ellenedre. Jobb asszonyt elképzelni se lehet nála. Nem is olyan műveletlen. Ebben biztos vagyok. Elképesztő, hogy mennyi tudást szedett fel tőlem. Na és a barátaimtól. Hidd el, Gregers, rá sem ismerni a Ginára. Hisz nem is ismerem. Milyen Gina? Hát Gina, aki nálatok dolgozott egy darabig. Csak nem Gina Hansen, az a Gina, aki anyámat ápolt? Az. Csodálom, hogy édesapád nem írta meg neked. Nem írta meg. Micsoda egy,
egy önhit barom ez a Hjalmar. Ez az ember, ez a, mi hangzik el, hogy nem is olyan műveletlen a feleségem, elképesztő, hogy mennyit tanult tőlem, na meg a barátaimtól. Valami fantasztikus, hogy, és ahogyan a Jeremy Irons ezt a figurát hozza, azokkal a kicsi gesztusokkal, amelyekben ott van a jellemének a mélyére lefolytott feszengés, minden pillanatban a kimértség álarca mögé rejtett szorongás, ahogyan ezt a Jeremy Irons hozza, amúgy a Jeremy Irons egy hatalmas mester. Tehát az a színjátszásnak a nagyon-nagyon magas foka, amit a Jeremy, de ebben a szerepben, itt, az valami döbbenetes, mert még sose láttam tőled. Azért láttam már a Jeremy Irons-t egyszer-kétszer különböző szerepekben, de ezt a figurát, itt valami teljesen újat hozott elő magából. Egy picit ez lehet zavaró egyébként, mert aki látott sok Jeremy Irons-t, az tudja, ez egy hiperintelligens fazon, egy igazi férfias jelenség, egy kifinomult művész, és itt pedig egy ilyen álságos figurát kell játszani, a jól játsz egyébként. Egy olyan bunkót játszik, ami megtanulható a bunkóságának a keretei között, a világról, és az úriemberségről, és a jómodorról, és a szerepekből, azt ő megtanulta és elsajátította, csak pont a lényeg nincs meg. Tehát a gesztusok szintjén ő az, aki, de a mélyben valami egy szerencsétlen, szorongó bunkó ott folyamatosan fél attól, hogy leleplezik. Ezt a bunkót sikerül csak kihoznia belőle. Igen, az igazságnak. Most egy ilyen ember szembesítesz az igazsággal, és minden visszafelé fog elsülni. Igen. Mert nem érett ahhoz. Mert nincs azon a színvonalon. Ennek a filmnek, ennek a történetnek, az Ibsen Vadkacsa című darabjának talán az emberileg feltehető legfontosabb erkölcsi dilemma a tárgya. Mégpedig, hogy mi a fontosabb vezérlő elv az életben, az igazság vagy a szeretet. Ez az alapvető kérdés. És itt van két karakter, az egyik ugye Gregers, ez az Ibsen alter ego, akit Ibsen gyártott saját magából ebbe a darabba, és a saját magának a gúnyképét legyártotta és behelyezte, beillesztette a cselekménybe. Aki ezt képviseli, az igazságot képviseli, és vele szemben pedig itt van a doktor, a doktornak a figurája. Az intrikus, mert említetted az előbb, ő igazán intrikus. Szerintem nem intrikus. Esetleg cinikusnak tűnhet. Esetleg. Ő tartja élethazugságban a többieket. De ő a szeretetet képviseli. A szeretet elvét képviseli. Ő úgy gondolja, hogy a kegyes hazugság az több, az fontosabb, az megváltó berejű lehet, mint az igazság. Ő úgy gondolja, hogy nincsenek nagy életigazságok, hanem jól funkcionáló élethazugságok vannak, meg rosszul funkcionáló élethazugságok. Az életet kell, hogy szolgálja az ideológia, és nem a felsőbb igazságokat. Ő úgy gondolja, hogy nincsenek, nem laknak istenek az Olimposzon, akiknek meg kéne felelnünk, hanem csak mi vagyunk itt a magunk gyarló keretei, a gyarló életünknek a gyarló körülményrendszerébe zárva, és itt nekünk működőképes hazugságokra van szükségünk, hogy kihúzzuk szerdáról csütörtökre. És hogy nem azt kell nézni, hogy megfelelünk az eszményeinknek, mert ezek elvont eszmények, amik nem érik meg, nem érdemesültek ezek az eszmények arra, hogy az élő hús elrothadjon, hogy az élő ember megnyomorodjon, hanem az embert, az életet kell, hogy szolgálja az ideológia, és ha nem igaz, hát nem igaz. A lényeg, hogy az életet szolgálja, és hogy az ember ebből a tűzből, amiben élünk, amiben vagyunk, ami effektíve tűz, tehát oxigénnel tápláljuk, egy égés folyamatában vagyunk, hogy itt ne égessük meg magunkat, hanem keresztül tudjunk menni rajta, hogy átjussunk rajta, ahogyan Mózes átvezette a népét a Vöröstengeren száraz lábbal. Tehát, hogy ez a feladatunk, ez a funkció, hogy ne fulladjunk meg itt és most. És hogy ezt kell, hogy szolgálják az élethazugságok. És hogy ez nem hiba és nem bűn. És igazából
a dráma nem ad egyértelmű választ. Ez, ez a lényeg, így van. Mert azok az élethazugságok azért elég kemények. Tehát például Gregers azt hiszi magáról, hogy ő a nagy feltaláló, aki megújítja a fényképészetet, de sose derül ki, hogy mi az a nagy találmány, és erős a gyanunk, hogy semmi. Az ital disznót csinál mindenkiből. Hallja ezt? Beteg? Ki nem az? Magát is beleértve. És milyen gyógyszert ajánl? Szerintem a legjobb gyógyszer a kegyes hazugság. Hazugság? Vagy öncsalás, ha úgy jobban tetszik. Igen. Az öncsalás. Az élet mozgató rúgója. Jalmár feltalálónak képzeli magát, és én biztatom. Az öregek Dál kitalálta a gyógymódot a maga számára. Nyúlra vadászik, és azt képzeli, hogy medve. A világ legboldogabb vadásza. Őt is biztatom. Mindez hazugság ugyan, de enélkül végük lenne. Sajnos nem értetek egyet magával. Tönkre akarja tenni ezt a kis boldogságukat is? Ezt kell eldönteni, hogy mire szolgálnak az eszményeink. Eszközök vagy célok. Ha eszközök az eszményeink, akkor meg lehet, hogy élethazugságban élünk, és meg lehet, hogy az egész életünk az semmi más, mint egy haláltánc. De ha meg célok az eszményeink, akkor meg könnyen lehet, hogy fanatikusak vagyunk, és belerángatjuk magunkat, belekényszerítjük magunkat, belehajszoljuk magunkat egy önelveszejtésbe, aminek a végén majd az eszmények boldogok lehetnek, mi meg majd boldogtalanul fogunk fuldokolni, vagy döglődni. Az eszmények pedig képtelenek a boldogságra, az eszmények elvontak, az eszmények azok abstrakciók, nem valóságosak. Nem az eszményeknek kell boldognak lenni, az embereknek kell boldogoknak lenni. De eszmények nélkül az emberek se lehetnek boldogok. Hol a határ és hol az egyensúly a kettő között? Kinek van igaza? Gregersnek vagy a doktornak? Nagyon nehéz ezt eldönteni. Egy valami biztos, hogy erkölcsileg mind a kettőjük indokolható. Indokolható és kárhoztatható egyaránt. Mind a kettőjük a legjobb szándékkal teszi azt, amit tesz. És mind a kettőjük a legkeservesebb bukásra van ítélve, a maga eszméibe zárva. Ez a szörnyű. Az egyikük hazugságban él, a másikuk kegyetlenségben él. Szélsőséges idealista. 0629986986 az SMS számunk. Ti adjatok választ erre az ibzeni kérdésre. Mi a fontosabb? Mi a főbb az életben? Mi a legfontosabb vezérlő elv az életben? A szeretet vagy az igazság? Nosza, ismerj el maga is. Csak most az egyszer. Verve. Hogy magának is kellemes terített asztal mellett ülni. Ha már kérdezi, doktor úr, megvallom. Nehezen bírom ezt az áporodott levegőt. Hogy? Miről beszél? Én minden áldott nap alaposan kiszellőztetek. Én nem olyasmiről beszélek, amit ki lehet szellőztetni. Ha nem veszi zokon a kérdést, nem lehet, hogy ön hozta ide ezt a bűzt? Maga, ne avatkozzon bele. Erős a gyanúm, kedves fiatal úr, hogy a maga átkozott idealizmusa ott rohad még mindig valamelyik zsebében. Azt a szívemben hordom. Nem érdekel, hogy hol rohasztja, de ajánlom, ne szedje elő, amíg én itt vagyok, vagy pedig megtanítom repülni egy-kettő, csak azt próbálja meg. Maradjanak veszteg! Nem tűrök verekedést a házamban. Tanulja meg viselkedni, ha itt akar maradni. Egy gyerek kísérje el, négy szem közt kell beszélnem veled. Nem ér rá? Nem. A kalapom. Nem rendj. Doktor úr, Regersz édesanyja, ugye nem volt teljesen épeszű. Őrült. Higgyék el. Szegény ördög akut skrupulus rákfenében szenved. Már régóta. Skrupulus? Az súlyos betegség. De milyen?
azt hihetnők, hogy a borzalmas tragédia, ami a dráma végén történik, és ezt nem mondjuk el, hogy mi, nézzétek meg, persze hát ez egy klasszikus, tehát sokan ismeritek nyilván, eldönti ezt a kérdést, hogy igazság, vagy szeretet, élethazugság, vagy pedig tényleg nézzünk szembe a valósággal, a realitással, de az az érdekes, hogy a tragédia után az orvos és Gregers magát a tragédiát is másképp értékeli, és az egyik szerint egy év múlva újra vagy Hjalmár. Egy év múlva alkoholista lesz Hjalmár, a másik szerint pedig most itt a hatalmas lehetőség, a katarzis, és elkezdi a valódi önmegvalósító életet. És egy új életet, egy igaz életet. Csak az a kérdés, hogy maga ez a tragédia, ez megérte? maga az a tragédia, maga az a veszteség, amit elszenvedünk. Az megérte? Tehát szolgálhatja egy ember élete egy másik embernek a katarzisát és egy másik embernek a megigazulását? Ez egy szép önfeláldozás, tehát van benne egy krisztusi... Meg szabad fizettetni ezt az árat? Szóval én azt gondolom, hogy a történet nagy erkölcsi vesztese mindenképpen Gregers. És igenis a nagy igazságosztó, a nagy erkölcsi hős, ugye Ibsen végül saját maga fölött mond ítéletet. Gregers fölött, a saját alter egója fölött mond erkölcsi ítéletet, és ezáltal meg is marad ebben a szerepben, és meg is hasonlik ezzel a szerepével. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolccsal kaptunk válaszokat a kis kérdésünkre, miszerint igazság vagy szeretet. Azt írja a kedves hallgató, időről időre dönteni kell, ez a legnehezebb, de ha muszáj az egyiket, akkor a szeretet. Miért kéne szembeállítani a szeretetet és az ideákat? A beteg, meghasadt ember nem tudja szintézisben összerakni. Vannak bizonyos helyzetek, amikor igenis szembeáll. Az esetek többségében jól megfér egymás mellett, és az az élet művészete, ha van az életnek művészete, akkor az, hogy ezeket az egyeneseket párhuzamosan futtasd egymással, és ne kerüljenek meccésbe. De ha az egyik, a kettő közül csak egyetlen egy fokot is kitér, már valahol metszeli fogják egymást, és ott, ahol találkozni fognak, ott döntened kell, és ezt nem lehet elkerülni. Ez az igazság. És sokszor ez nem rajtad múlik, az élet eléd teszi, hogy választani kell. Most érted, van két barátod, ők férj és feleség, az egyik megcsalja a másikat, te neked meg döntened kell, hogy elmondod-e a házastársának, hogy egy csalóval él együtt, vagy sem. De te csalod meg a feleséged. De most ezt kell dönteni. Ez csak egy példa. Okay. Ez csak egy példa. Tehát, hogy mondjam, az igazság az egy fontos és jó dolog, igen. De abban a pillanatban, amikor odamész valakihez és azt mondod, hogy ronda vagy, ostoba vagy, büdös vagy, abban a pillanatban ez már nem igazság, hanem kegyetlenség. Még ha igaz is, effektíve, tényszerűen igaz is, amit mondasz, itt a szeretet komponensnek benne kell lenni a rendszerben. És itt pont ezt csinálja egyébként ebben a filmben. Megmondja, hogy házasságtörő vagy, nem a te lányod, stb. Viseld el. 80% szeretet, 20% igazság itt most nekem, írja a kedves hallgató G. Vonnegut szerint mi értelme az egész életnek? Azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. Ez valahogy igaznak tűnik. Hmm. Sőt, hát ezt a Vonnegutnak a fia mondta. A Vonnegut ezt a fiától idézi. Mekkora család? Tehát, hogy a gyerek mond ilyeneket az apjának, hogy apa szerintem az egy, és apa megkérdezte a fiát, hogy fiam, szerinted mi értelme az életnek? És mondta, apám, Kurt Vonnegut. Szerintem ez is. Mekkora duma, nem? Igen. Szóval fantasztikus. Kedden látom a vadkacsát, írja a kedves hallgató. Fekete Ernő, Hammann Péter, Máté Gábor. Jó szórakozást kívánunk. Aztán itt van még egy lelőjük SMS. Neki, Robi, gyorsan. A vadkacsát úgy érted, vagy a poént? Hát a vadkacsát az elején lelövik, úgyhogy ez nem... Az elején is, meg a végén is lelövik a vadkacsát. Igen. Azt írja a kedves hallgató, van, amikor az a szereteted legnagyobb jele, hogy megmondod az igazságot, még ha kemény is. Hát, Gregers az, aki így gondolkodik erről. Mint Gregers. Igen, Gregers az, aki így gondolkodik erről. Ez egy meglehetősen sarkos és kegyetlen álláspont, és csúnya vége tud lenni ennek a hozzáállásnak. Párhuzamosan kérdezi ötletember, magunkkal szemben az igazság, másokkal szemben a szeretet kéne, hogy első legyen. Na ez jól hangzik, igen. Jól hangzik, egy picit azért még morfondírozni kell. Picit azért még gondolkodik, rágjuk át ezt a dolgot. És hát, hogyha osztályozni kell ezt a filmet, amiben a Jeremy Irons és a Liv Ullmann parádéznak,
akkor azt tudom mondani erre, hogy ez a film, ez egy 8-as a 10-es skálán. Igen, a dráma egy 9-es, a film pedig egy 8-as. A dráma egy 9-es, a film pedig egy 8-as, igen. Tehát, hogy ez egy igen magas színvonal, ezt lehet mondani. És hát térjünk rá a mára rendelt negyedik szent evangéliumra. Tök jó, mert úgyis 4 evangélium van, nekünk is mindig 4 van. Volt még egy 2, de szent az 4 volt. Szent az, igen, ezeknek. Mi az apokrif evangéliumokkal nem foglalkozunk. 4 van. Ez pedig a Vágyvillamosa, a Tennessee Williamsnek a forradalmi és korszakalkotó lélekrajzi drámája, amelynél hát nyomasztóbbat keveset láttam életemben. Amúgy is a Tennessee Williams az emberi lélek nagy ismerője. Én azt gondolom, hogy amit Tennessee Williams nem tud az emberről, azt nem is érdemes tudni. Ezt tudom ővele kapcsolatban most így előjáróban megemlíteni. Ugye az ifjúság édes madarát is érdemes, de ha valamit igazán. Macska forró bádok akkor tetőn. Macskát a forró bádok tetőn, az kötelező. Na, ott a katarzis, az úgy van a levegőben, hogy harapni lehet a katarzis. Tehát ott az úgy történik meg, ahogy az nekem kedves. És azt gondolom, hogy a modern amerikai dráma az egyrészt magasan felülmúlja az európait, így vagy úgy, akárhogy is, tehát ez a 20. századi amerikai dráma az utolérhetetlen, és valahogy mindig az élethazugságokkal foglalkozik, tehát hogyha az ügynök halálát vesszük az Arthur Millertől, hogyha a nem félünk a farkastól, az Albitól, hogyha akár a Vágyvillamosát, akár az ifjúság édes madarát, vagy akár a macskát a forró bádok tetőn, ez mind-mind-mind arról szól, hogy egy ember egy életen keresztül huzamosan hazudik magának. Iguána éjszakája, az még Tennessee. És eljön egy pont, amikor ez a hazugság fenntarthatatlan, és ráomlik. Ráomlik a hazugságának az építménye mindezekre, az egész 20. századi amerikai drámairodalomra, szeretem általában a sommás kijelentéseket, ez is egy olyan, azt gondolom, hogy ez a fontos élménye. Azért ráomlasztják most konkrétan, igen, erre térve. De hogy, ez a hazugság, ez milyen csehovi? Mert ez a hazugság, ez egy létromlás állapota, tehát ez ott van a levegőben, ez körbeveszi őket, mint egy kényszeríti őket, a környezetük is arra, hogy hazudjanak. Egy hazugság közegben vannak, maga a kapitalizmus, ugye ez egy nagyon nagy kapitalizmus kritikus darab az ügynök halála Millertől. A kapitalizmus, az ügynöki munka, ami ugye a kapitalizmusnak a quintesszenciája, ugye az ügynök nem csak a terméket árulja, hanem saját magát is árulja. Hazudnia kell. Tehát a jó ügynök hazudik. Az a ügynök, amelyik nem hazudik, az éhen hal, és annak a gyereke is éhen hal. Tehát a hazugság az egy erkölcsi elvé válik, és itt kezdődik az élethazugságoknak a rendszer, ahol már kibogozhatatlan. A sikerességnek a diktátuma, az, hogy kötelező sikeresnek lenned, és sikerességnek a látszatát kell nyújtanod és sugároznod mindenki felé, az egész környezetet felé. Tehát ez egy hazugság létállapot. Nem egyszerűen egy olyan hazugság, hogy van egy hazug ember, aki hazudik, és lefolytja azt, hogy hazudik, hanem a közeg, amiben élsz, eleve hazug. A dilemmáit hazugok, amelyekre aztán nyilvánvalóan csak hazug válaszokat tudsz találni. Tehát azért, mert te neked egy hazugságot kell saját magaddal kapcsolatban sugározni a környezetet felé, mert ez a környezeted elvárása, ez a sikeresség diktátumnak az alapköve, ezért nincs is lehetőséged arra, hogy igaz életet élj. És ez a pohár betelik. És ott azon a ponton, ahol betelik a pohár és túlcsordul, akkor Tennessee Williams megfogja a tollat és ír egy zseniális darabot. És milyen jól alkalmazható mindez az élethazugság arra, ahogyan ez a film, illetve a dráma készült. Tennessee Williams ugye egy homoszexuális ember volt, akit erős bűntudat gyötört, emiatt ugyanakkor aktív meleg életet élt, és a kor szellem miatt már magában a drámában is lefolytva jelennek meg a szexuális gondolatok, konnotációk. Hát aztán még az Elia Kazan filmjében, amit ugye hármas cenzúra fog körül, ez az 1951-ben készült hollywoodi filmipar, öncenzúra, a stúdió belső cenzúrája és a filmiparnak a cenzúrája. Ugye végén még ezzel együtt is 5 percet kivágtak a filmből. És ezzel együtt is egy zseniális film. És egy zseniális lefolytott, pont emiatt, a lefolytottsága miatt egy zseniálisan túlfűtött szexualitás jött létre. Ugyanaz történt a Vágyvillamosában, mint ami a későbbi Macska a forró bádok tetőn filmfeldolgozásban. Ugye ott a Liz Taylornak a partnere a Paul Newman, itt Vivian Leigh-et és Marlon Brando-t csodálhatjátok. És hasonló a homoszexuális karakternek a szerepe. Ugye az író
maga homoszexuális, aki nem szereplő, hanem írja a történetet. És mindkét történetben, a macskában, a forró bádok tetőn és a vágyvillamosában egyaránt van egy halott, meleg karakter, akinek az árnyéka rávetül a cselekményre, és az ő elvesztése, és az ő halála fölötti bűntudat teszi képtelenni a hősöket arra, főleg a főhőst arra, hogy kikeveredjen, kikecmeregjen a kátyúból, az életének a kátyújából, és ez a halott homoszexuális figura, ez maga Tennessee Williams. Hát ő saját magát halottként rávetíti, igen, a saját árnyékát rávetíti a cselekményre. Itt most konkrétan ebben a filmben a Blanche DuBois a megjegyzéseivel a rejtett homoszexuális férjét öngyilkosságba hajszolta. És részben emiatt menekül és próbál új életet kezdeni. Itt egy olyan konfliktussal találkoztok ebben a történetben, a Vágyvillamosa című filmben, ahol a Blanche DuBois és a Stanley Kowalski két olyan ember, akiknél ellentétesebb páros nincs, és nem is volt soha a színjátszás történetében. Tehát mindenben különböznek. Az egyik az egy kifejezetten egy annyira őszinte, tehát az egyikben 100% szeretet, 0% igazság, a másikban 100% igazság, 0% szeretet. A probléma Blanche DuBois szeretetével, hogy csak is kizárólag önmaga iránt irányul, tehát csak saját magára vetül. Az a legnagyobb szeretet. És hatalmas, hát a legnagyobb szeretet nyilvánvalóan a saját egónknak a fényesítése, csinosítgatása. Ezzel szemben Stanley Kowalski meg egy annyira őszinte és annyira önazonos ember, hogy az elképesztő. Brutális, kegyetlen, állatias. És hát ennek megfelelően 0% szeretettel dolgozik az életében, csak a vágyai, csak tényleg úgy viselkedik és úgy él, mint egy állat, mind a kettő méltatlan az emberhez. Azt gondolom, hogy az emberiség, mint olyan, Stanley Kowalski és Blanche DuBois között helyezkedik el valahol. Szerintem a férjed közönséges. Igen, az lehet. Lehet? Te, aki olyan nevelést kaptál, nem mond, hogy az úriembernek csak egy szikráját is megtaláltad benne. Na de, még ha csak közönséges volna. Folytasd, ha már elkezdted. Olyan, mint egy állat. Úgy tud viselkedni, mintha még nem érte volna el az ember szintjét. Ezer és ezer év múlt el a feje fölött, ő azonban Stanley Kowalski leragadt a kőkorszakban. Hozza a húst az őserdei mészárlásból, és te itt ülsz és várod. Talán fejbever, talán megcsókol. Ha már feltalálták a csókot. Ez a pókerparti is. Kész szellemi nyomor. Messze vagyunk még attól, hogy Isten képmásai lehessünk. De hugocskám, valami csak történt a teremtés óta. A művészetben, zenében, irodalomban. És vannak emberek, akik gyengéd érzelmeket táplálnak mások iránt. Ezt kell erősítenünk, nekünk is. Magasra kell emelnünk a zászlót, bármerre is menetelünk a sötétben. Könyörgök, ne maradj hátra az állatokkal! Blanche egy hatalmas, kiterjedt, brutális élethazugságban él. Blanche élete az sötét, Stanley élete pedig hideg. Stanley egy hatalmasra fel... Hogy is fogalmazzam? Stanley egy elképesztően önazonos ember. Mivel önazonos? Az sötét ösztön világával. Ezt lehet elmondani. Ezen az animális szinten önazonos, igen. De ennél nincsen nagyobb önazonosság. Hát valaki egy kicsit is kiműveli magát, abban már kétségek születnek. Már dilemmáid lesznek. Igazság, vagy szeretet, mi a helyes, mi a jó, sorozatot nézek, ilyen kérdések. Filmet nézek, egyáltalán egy csomó kérdés, vagy homoszexuális vagyok, vagy inkább heteroszexuális vagyok, vagy egy punci, vagy egy kuki, mire van szükség? Na, ilyen dilemmák ennek az emberek az esetében egyáltalán nem nyomasztják. Frontálisan megy előre, és ennek megfelelően nyilván az állat a legönazonosabb lény, főleg az emberrel való összevetésben. Az ő esetében ez egy nyilvánvaló út, és ahogyan a Marlon Brando ezt előadja, ezt a figurát, azt az ős bunkóságot, azt a sötét állatias, szinte már a személytelenségig ordas
ösztönvilágot. Érdekes ami az ő, a Brando színjátszása, ez a második filmje, de tulajdonképpen újoncnak számít, nagy nevek mellé válogatták be, különösen Vivien Leigh nagy neve mellé, aki egyébként az eredeti Broadway-ben nem alakította Blanche, hanem le kellett cserélni, és mind a négyüket, tehát a két főszereplőt és a két legfontosabb mellékszereplőt Oscarra jelölték, és pont Marlon Brando nem kapta meg az Oscar-díjat, a többi három megkapta, noha ma már úgy tartjuk, ugye eltelt 60 év a film óta, hogy ez megújította a színjátszást. Az az őserő, az az őszinteség, amit Brando a Stanislavski módszert alkalmazva elő tudott hozni magából, az szemnyitogató hatással volt a jövő nemzedékek filmművészetére. Azt mondják, hogy a Brando tette fel olyan magasra a lécet Hollywood számára, ami a hollywoodi mozinak a profizmusát, ami egyébként elvitathatatlan. Tehát a hollywoodi mozival a probléma sosem szakmai, hanem mindig ideológiai, mindig szellemi. Ez komolyan így van. Tehát a hollywoodi mozi szakmailag, tehát a színjátszás minőségében egy olyan színvonalat hoz, ami annyira biztos, és annyira állandó, és annyira masszívan megvan, hogy az elvitathatatlan, ez az igazság. Tehát egyszerűen még a B-kategóriás hollywoodi filmekben is egyszerűen jól vannak eljátszva azok a szerepek. Csak hát milyen szerepek vannak jól eljátszva, amiket nem érdemes eljátszani egyáltalán. De jól. Tehát a mi és a hogyan kérdésében Hollywood, amiben általában gyengén, a hogyanban mindig nagyon jól teljesít. És azt mondják, akik ehhez értenek, és akik ebben tudósok, hogy igenis Marlon Brando tette fel ezt a lécet ilyen magasra. Hogy ő volt az akinél ez referenciává vált a színjátszásnak ez a szintű minősége. Nyilván még James Dean-t lehet emlegetni, vagy... De James Dean-ből nem lett az, ami. Tehát az James Dean az ez félbeszakadt, persze. Igen, az nagyon, az megszakadt. Nos. Aki egyébként sokkal fontosabb hőse ennek a történetnek, mint Stanley Kowalski, akivel kapcsolatban azt kérdezi a kedves hallgató, nincs valami áthallás a Gran Torino-ban a Kowalski név okán? Mármint a Gran Torino-val a Kowalski név, ugye ott volt Kowalski, a Clint Eastwood-a volt Kowalski, a karaktert játsza, hát annyi az áthallás, hogy mind a kettő lengyel. Tehát egyik se... Poláknak van bélyegezve a filmben, de ezt visszautasítja, hogy ő 100%-ig amerikai. Igen, de én azt gondolom, hogy ez nem... Igen, és igen, ilyen szempontból akár még lehet is az a lengyel, aki nem tekinti magát lengyelnek, hanem amerikainak tekinti magát. Tehát azt gondolom, hogy jó pár Kowalski él Amerikában ezzel a hozzáállással. Aki sokkal fontosabb, az Blanche. Az Blanche-nak a karaktere. Blanche az élethazugságok kvinteszenciája. Tehát ő a hazugságok hálójába belegabajodott, és a hazugságok rendszerében megrekedt ember. A végén már csak önmaga hiszi el a saját hazugságait. Az a legtragikusabb, akinek a feje fölött átcsapnak az önön hazugságának a hullámai, és belefullad az saját élethazugságának. De azért keltik ezeket a hullámokat. Próbálod elmismásolni Kowalski felelősségét. Igen, Kowalski. A Kowalski nagy felelősség, és azt gondolom, hogy egy nagyon erős válasz a Gregersnek az attitűdjére, a világhoz való hozzáállására, a Stanley Kowalskinak a megjelenése. Ugye, Gregers hasonló szerepet játszik, mint Stanley a Vadkacsában, mint Stanley Kowalski a Vágyvillamosában. Ő az igazságnak az előmozdítója, és nincs tekintettel az emberi anyagra. Nincs tekintettel a húsra, a vérre, a könnyre, a lélekre, a fájdalomra, arra, hogy az ember az szenved. Az embert nem úgy rakjuk félre az útból, mint egy aféle tárgyat, és nem úgy formáljuk, ahogyan azt megköveteli az igazságérzetünk, hanem az egyszerűen egy emberi érzéket, egy emberi érzékenységet kíván és követel meg, és ez ugyanolyan erkölcsi kötelesség, mint az igazság kimondása. Azért Kowalski rombolni akar, tehát ő félti a saját családi életét, ami egyébként, ha egy misét nem is, de egy mondatot majd megér a férj és a feleség kapcsolata, és emiatt, hogy azt érzi, hogy Blanche ki akarja mozdítani őket a megszokott kereteikből, sőt, szexuálisan is fenyegetést jelent ő rá, vagy a kapcsolat, ezért elhatározza, hogy az igazság föltárásával, a Blanche sötét múltja föltárásával lerombolja a nőnek az egzisztenciáját. De ez nem egyértelmű. Ez én számomra legalábbis. Én meg tudod, hogy gondolom? Szerintem Stanley egy annyira egyszerű és egy annyira önazonos lény, aki nem bírja elviselni a hazugság levegőjét. Ez a nő belengi az ő otthonát, a hazugságainak, az életének, a hamisságának, a megjátszásának, a jelenléte ürességének és annak az összefüggő színjátéknak
az áporodott levegőjével, amit ő nem hajlandó elviselni, és küzd ellene ösztönösen, mint az állat, akit sarokba szorítanak. De Kowalski egyszer meghal egy beszélgetést a két lánytestvér között, és ott Blanche őt primitívnek, műveletlennek, állatiasnak, pont nem kifinomultnak minősíti. Pont azt a beszélgetést hallgatja ki, amit az imént hallhattak a kedves oldalon. Így van. Na, és tehát ez az egyik gyújtópontja a történetnek, ekkor határozza el Kowalski, hogy itt ez a nő veszélyes, ez az ő renoméját, hatalmát rombolja. Egy művelt, intelligens nő mérhetetlenül gazdaggá tudja tenni egy férfi életét. Én ezt adom ajándékba. A testi szépség mulandó. Ideig, óráig tart. Az értelem tisztasága. A szellem gazdagsága. A szív gyöngétsége, ami az én kincsem, soha nem csökken, sőt, gyarapszik az évek múlásával. Furcsa, hogy nincs telen embernek tartanom, amikor ilyen kincseket rejt a szívem. Ha meggondolom, én valójában gazdag vagyok, és milyen bolond voltam. Disznók elé szúrtam a gyöngyeimet. Disznók elé? Igen. Disznók elé. Nem csak maga az, hanem a barátja Mitchell is idejött, hogy a fejemre olvassa az aljas rágalmakat, amiket magától hallott, de én kiadtam az útját. Később visszajött. Egy hatalmas rózsacsokorral, és könyörgött, hogy bocsássak meg. De van, amit nem lehet megbocsátani. Például az előre eltervezett kegyetlenséget. Az én szememben ez az egyetlen megbocsáthatatlan bűn, és én ilyet soha nem követtem el. És most azt mondom, köszönöm. Butaság volt azt hinnem, hogy mi valaha is összeszokunk, annyira más a világunk, annyira más az életünk, Isten hát vele, barátom, és ne legyen köztünk ellentét. Ezt a távirat előtt vagy után gondolta ki? Távirat? Távirat? Nem, utána, illetve... Maga nem kapott semmiféle táviratot! És nem ismer Milliomost! És Mitch nem jött vissza virággal, mert én tudom, hogy hol van! Az egész csak kitalálás, hazugság, áltejtés, áltatás! És nézzen a tükörbe! Nézze meg ezt az uraságoktól levetett törtelmet, amit 50 centért tett kölcsön valami ószerestől, királynőnek képzeli magát. Az első perctől figyeltem, hogy mit művel. Engem nem tudott átejteni, mint a többieket. Bevonul ide, önti magára a púdert, a kölni vizet, lampiont akaszt a villanykörtére, és már is Egyiptomban érzi magát. Nílus királynőjének képzeli magát, issza az én italaimat. De tudja, mit mondok? Ha-ha! Hallja? Ha-ha! Két nagyon beteg ember. Blanche is nagyon beteg, és Stanley is nagyon beteg. Blanche az a szerepeinek a kényszereibe, a saját szerep kényszerébe fullad bele, és abban kapálózik, és rettenetes a hazug pózainak a rabja. Stanley pedig a kegyetlenségének és az érzéketlenségének a hálójában, és az a legszörnyűbb, hogy egyikük se tudja, hogy mennyire beteg, és mennyire. Stanley betegsége egyébként sokkal elvontabb, és nem is fogják megtudni soha, legalábbis a dráma vége szerint. Ezek a hősök sose tudják meg, hogy igazából, és a Vivien Leigh-nek a játéka, és az udvaros Dorottyának a szinkronja. Ez az, a hazugságnak a levegőjét olyan intenzitással ontja magából, ugye a Vivien Leigh-et azt a Az Elfújta a szél című gicsparádéban láthattátok már korábban akár, hogy mekkora színésznő az csak itt. Scarlett O'Hara. Igen, igen. Hogy mekkora színésznő a Vivien Leigh, hogy milyen színvonalon hozza ezt a 30 éves gyönyörű nőt, vagy 31-2 éves gyönyörű nőt, aki egy vénasszonynak éli meg magát, mert annyira hiú. És a filmben egyre öregebb, ahogy telnek a percek, egyre öregebbnek látjuk. Hát már ami 32 éves nő egyre öregebb tud lenni, mert annyira hiú, és annyira képtelen elfogadni azt, hogy már nem 25, hanem 32, és ez is egy kortünet. Szóval mindez tünet. Tehát a hazugságok kényszeréből ki kell, hogy tudjunk gabajodni, és ki kell, hogy tudjuk magunkat szabadítani, vagy úgy fogunk járni, mint Blanche Dubois.
De annyiban realista, hogy látja, hogy a csábereje, a vonzereje egyre kevésbé hatással a férfiakra. Amiről még fontos beszélni, az Stanley és Stella kapcsolata, ugye Blanche húga Stella, egyébként nem a húga, Stella az idősebb egy évvel, de Blanche a húgának tekinti, és Stella kiszolgálja ezt a hazugságot, mert Blanche dominálni akarja Stellát, és ez egy jó ideológia ahhoz, hogy dominálhassa, hogy én a nővérkéd vagyok. Tehát ez is egy hazugság, ami tökéletesen működik, és eszükbe sincsen megkérdőjelezni. Férj és feleség kapcsolatát jól érzékelteti a film egyik sokat vitatott jelenete, amikor Kowalski brutálisan megveri a feleségét, az egyébként állapotos, áldott állapotban lévő feleségét, a feleség fölmenekül az emeletre, Kowalski elkezd könyörögni, és utána ez az állapotos nő egy szexuális aurától körülvéve, vágytól égve lassan lejön a lépcsőn, és magához öleli egy túlfűtötten vágytól izva a férjét. Elkeserítő, elkeserítő, hogy azután a brutalitás után és azután a borzalom után, amit ott előadott a Stanley, újra így minden, tehát hogy a biológia, kémia, meg ez az ősember ösztön, ez mindent felülír. Szóval nagyon pessimista a Tennessee Williams, és azt állítja, hogy az ember alapvető mozgatója mégiscsak a vágy. Ez a fontos állítás, hogy valahol a kultúrmáz mélyén ősemberek vagyunk, és ezek az ösztönök mozgatnak minket, és minden más csak ezeket szolgálja. Na de szolgálja erről, vagy akadályozza. Igen, de erről viszont élják ezen egy kifinomult, csodálatos művészfilmet készített fekete-fehérben, amelyet én 9,5 pontra értékelek. Hú, én is csak a legnagyobb elragadtatás hangján tudok szólni erről a történetről. De Robi, a 32 azt tényleg öreg írja, a kedves hallgató. Szégyen a fejedre. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, hát lassan lejár az időnk. Jó volt veletek. Igen, azt írja a kedves hallgató, hogy jó volt minket hallgatni, ezt írja is. Mi nekünk is nagyon jó volt egymást hallgatni. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, reméljük, hogy holnap is, azaz vasárnap 3-tól 5-ig itt lesznek velünk, mi szokás szerint újra itt leszünk. Minden jót nektek. Nagypál Szabolcs kollégámnak is köszönöm a jelenlétet, én Puzsér Robert voltam, hallgassatok jó pár olyan... Szóval hallgassatok sok rádiókáfét a következő egy napban is, és holnap 3-tól 5-ig itt leszünk újra. Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hét mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.